El sem tudjátok képzelni, hogy mennyire boldoggá tesz az, hogy végre a vízpartról köszönhetlek benneteket. Tegnap érkeztünk, de behúzást ellehetetlenítette az óriási szél és hatalmas hullámok, úgyhogy ma reggel sikerült mindenkinek a botjait elhelyezni. Igazából ma kezdődik mindannyiunk számára a balatoni évnyitó horgászat. Én nagyon illusztris társasággal jöttem, akikkel nagyon-nagyon jó barátságot ápolok. Általában az év kezdeti horgászatát együtt szoktuk megejteni, ha lehetőségünk van rá, nem máshol, mint a Balatonon. Mint látjátok, egy nagyon különleges helyen vagyunk, háttérben Baracsonyi hegy, így hát nem máshol foglalunk helyet, mint Fonyódon. Ez a hely még számomra is egy kicsit ismeretlen, nem horgáztam még itt, ez az első alkalom, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy ezen a héten mit sikerül kifognunk. Nagyon izgatott vagyok, főleg amiatt, hogy már jó pár hónapja nem tudtam a botjaimat a kezembe fogni, úgyhogy nagyon várom ezt az egy hetet. Ha lehetőségetek adódik rá, akkor kérlek, nézzétek meg ezt a filmet, igyekszem minden dolgot megmutatni nektek, lesznek különlegességek is, amikről most még nem szeretnék többet mondani, viszont nagyon-nagyon hasznos és érdekes dolgokat szeretnék nektek megmutatni. Készítettem egy olyan horogelőkét, amelyet már nagyon régen nem használtam, de most úgy gondoltam, hogy eljött ennek is az ideje. Mint talán úgy is tudjátok, hogy meglehetősen kísérletező kedvű vagyok, így hát kötöttem egy teli fluorkarbon szereléket. Igazából rövid is, meglehetősen hanyagnak tűnhet, viszont pontosan ezt szeretném kipróbálni, hogy ez a szerelék itt a Balatonon hogy fog működni. Azt is talán látjátok, hogy nagyon rövid maga az előke. Tényleg minden extra különlegességet lehagytam róla. Beszélek itt horogbefordítóról, előkesújról. Tehát tényleg azt szerettem volna, hogy egy nagyon egyszerű, ne olyan fogós szerelék legyen. Most igazából ez a kulcs itt a fejembe, hogy erre gondoltam. Ezen egy 28 mm-es Redantartik süllyedő bojli van. Most lehet, hogy megszóltok, hogy én mindig wafterrel horgászom, viszont most süllyedőt raktam fel. Pontosan azért, mert olyan dolgokon változtattam, amiken eddig nem szoktam, és ebből nem maradjon ki maga a csali sem. Úgyhogy most ezzel a szerelékkel fogok horgászni, és jó magam is kíváncsi vagyok arra, hogy milyen eredményt fog szülni.
Egy rögtönzött helyzetjelentést szeretnék nektek mondani. Közel 48 órája horgászunk. Mint láttátok, megerősítettük a csónakjainknak a kikötését, ugyanis a délutáni órákban egy elég komoly vihar fog elérni bennünket. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 és 50 km/h alapszél, és olyan 70-75 km/h lökések várhatóak. Úgyhogy ezért megerősítettük a csónakjainkat, illetve minden felszerelésünkkel arra törekszünk, hogy ebben az időben is tudjuk állni a sarat. A lehetőség szerint megetettük a horgászhelyeinket, mert várhatóan nem fogunk tudni vízre szállni. Annak ellenére, hogy jelenleg még nincs viharjelzés, nem fogunk vízre szállni, hogyha azt nem ítéljük meg biztonságosnak. Ezt nektek is javaslom, hogyha nem muszáj, nem kell elmenni, mindenkit hazavárnak, és sokkal fontosabb az emberi élet, hogy fogjunk egy szép halat. Ezen felül sikerült fognunk pár halat, 4-5 pontyot számlálhatunk, amelyeknek a súlya mindegyiknél meghaladta 10 kg-ot, a legnagyobb egy ilyen 14,5 kg-os ponty, nagyon-nagyon örülünk neki, és bízunk abban, hogy egy olyan folytatás fog következni a vihar után, ami tényleg érdemes lesz megmutatni nektek. Barátom eddigi legnagyobb hala a Balatonból, amely meghaladta a 15 kg-ot. Atikám, nagyon-nagyon gratulálunk, és vállald a következményeket!
Elérkeztünk a túra végéhez, és szerettem volna, hogyha együtt köszönünk el tőletek. Egyfelől ez a hét több szempontból nehéz volt, mint láttátok, hatalmas hullámok és iszonyatos szél nehezítette a dolgunkat. Ez a horgászat időtartamát körülbelül megfelezte, így elég nehéz volt pontyokat fognunk. Annak ellenére, hogy az időjárás így megnehezítette a dolgunkat, jó pár szép halat tudtunk fogni. Én azt gondolom, bátran mondhatom, hogy a halaknak a java 10 kilósnál nagyobb volt, ez az átlag 12-13 kilós volt a jellemző. A fiúknak itt szeretném megköszönni azt, hogy mint már egy jó ideje tartjuk ezt a hagyományt, hogy közösen járunk horgászni, viszont egy kicsit mindig pekhesek vagyunk, bízunk abba, hogy ez a széria majd egy idő után majd javulni fog, ez most nem igazán rajtunk múlott. A helyválasztás is lehetett volna egy kicsit jobb, elég mély víz van itt Fonyódon, de mégis úgy gondolom, hogy megtettük, amit megtudtunk. Ha tetszett nektek ez a film, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, írjatok egy szuper kis kommentet, úgy is tudjátok, hogy válaszolok mindegyikre. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, a feliratkozó gombot kérlek nyomd meg, a kis csengőt is vele együtt, és találkozunk a következő videóban. Köszönöm! Sziasztok! Ciao, ciao. Ti nem akartok semmit mondani? Nem. De, én akartam volna mondani, de annyit dumáltál, hogy egyszerűen nem. Egyszerűen nem jutottál szóhoz, Laci.